Újabb civil adománnyal gazdagodott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház, a Kisegyetemi Oktatókórház. Ezúttal a Kantemusz kórus és a Rotary Klub összefogása vezetett eredményre. Szabó Dénes Karnagy úrnak a kezdeményezésére megkereste Pták István barátom a Rotary Klub részéről ennek a programnak a megrendezési lehetőségével kapcsolatban, és azon nyomban igent mondtunk. Most látva, hogy közel 700 ezer forintot sikerült összegyűjteni egy koncert során, úgy látom, hogy ez egy nagyon sikeres program volt, és nagyon szívesen állunk rendelkezésére a Kantemusz kórusnak, hogyha későbbiekben is ilyen kezdeményezésekben gondolkozik. Augusztus 15-én rendezték meg a Kantemusz Kórus Fesztivál nyitó hangversenyét a római katolikus templomban. Az eseményen 2000 forintos adományjegyek megvásárlásával lehetett támogatni az idős betegek gondozását segítő eszközök beszerzését. A koncert bevétele 686 ezer forint volt, amelyet a Rotary Klub kipótolt, így kerek 700 ezer forintból vásárolhat a Jós András Oktatókórház audiométert. A hallásélesség mérésére szolgáló készülék az idős emberek hallásvizsgálatához járul hozzá. Ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, ahhoz erre a műszerre is szükségünk van. Másrészt az alapítványunknak egy nagyon fontos célkitűzése lett az utóbbi időben az idős betegek ápolási körülményeinek javítása. És úgy gondoltuk, hogy az időskorban gyakran fellépő halláskárosodás vizsgálatához ez az eszköz nagyon nagyszerűen meg fog felelni. Tehát valahogy az alapítványi célkitűzéseket, a kórház segítségét és magát azt a módot, ahogy ezt a támogatást megkaptuk, sikerült ezzel az eszközzel úgy gondoljuk összekapcsolni. A Rotary Klub a továbbiakban is segíti a kórházak működését. Jelenleg a Mosolygó Kórház Alapítvány számára készítenek egy 200 oldalas kifestőt, amelynek különlegessége, hogy gyerekek készítik azon betegtársaik részére, akik hosszas kórházi kezelésre szorulnak.